Literenként 3 dinárral olcsóbban tölthetünk üzemanyagot Szerbiában jövő péntekig. Ma délutántól a benzin és a gázolaj maximális ára is 3 dinárral lesz alacsonyabb. Az elkövetkező 7 napban az eurodízel maximális kiskereskedelmi ára 198, míg a benziné 187 dinár lesz. Kevesebb alma termett az idén, mint tavaly, mondják a vajdasági gazdák. A megkérdezett termelők kiemelték, hogy a kevés csapadék miatt nagyon sokat kellett locsolni a gyümölcsfákat. A nyári alma volt, ahol fagykárt szenvedett, majd volt, ahol a későbbi kánikulában megsült. Egyes helyeken pedig a jég okozott hatalmas károkat a gyümölcsösben. A téli alma is lassan beérik, szüretelése mintegy 2-3 héten belül elkezdődhet. Átadták a dr. Bodrogvári Ferenc díjakat Szabadkán. Idén Mészáros Gábor színész, Kovács Pécskai Emese képzőművész, valamint Jaszmin Ademovics költő érdemelte ki az elismerést. A díjakat a Városháza dísztermében ünnepélyes keretek között adták át. Elkezdődött a Malom Fesztivál. A 3 napos esemény 5 színpaddal és több mint 60 fellépővel várja az érdeklődőket Oromon. A csütörtöki nyitó napon színpadra lépett a Színszikasz, a Magyarországról érkező Analóg Balaton és egy cseh együttes, a Tut Ensemble is. Igazi magyar éremeső volt ma Párizsban. Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid már reggel megkezdték a termelést, előbbi aranyat, utóbbi pedig bronzérmet nyert a nyíltvízi úszás 10 kilométeres számában. Délután pedig a kajakkenusok bizonyítottak, akik további 3 érmet szereztek a magyar delegációnak az olimpián.